én 24 éves vagyok, és a 20-as évek elején minden ember életében egy nehéz időszak, el kell kezdeni döntéseket hozni, és nem egyszerű döntéseket, hanem az egész életedet befolyásoló döntéseket, különösen felkészítés nélkül. Így kitolnak az iskolába, jönnek a kérdések, hogy hol fogsz lakni, mit fogsz dolgozni, mi az a tértivevény. Te meg ott állsz eddig megszerzett tudással, hogy V egyenlő esperté. Aranybulla 1222. És nem tanítanak meg arra például az iskolában, hogy hogyan szerez magadnak barátnőt. Van felvilágosító óra, de az annyi, hogy bejön egy nő, és annyit mond, hogy mindig használjatok offszert. Mindig használjatok offszert. Mint a 14 évesen itt tartaná, pedig gumi nélkül az igazi. Tehát nagyon nem, de ennek az eredménye, hogy minden kamasz fiú pénztárcájában van egy óvszer. Mert bármikor szükség lehet rá. Érted? Megyek rajzról törire. Juditnél lesz, hogy ott nincs nálam, mit csinálok. És amikor 3 évvel kapsz egy új pénztárcát, akkor átrakod. Mert bármikor szükség lehet rá. Éppen ezért, mert szerintem erre egy kevés hangsúlyt fektetnek az iskolába, hoztam nektek egy könyvet, amit szeretnék bemutatni, hogy ne csak így szórakozzunk, hanem tanuljunk is valamit. Én mindent, amit tudok, ebből tudok így a szexuális életről. Ez a gimnázium könyvtárából van egyébként. Ez a címe: Beszélgessünk a szexről és a párkapcsolatokról. Ugye itt már egyből a betűmérettel jelzik, hogy melyik a fontosabb. A szexet ilyen 74-es betűmérettel írták, a párkapcsolatot csak 12-essel. És így kezdődik, ha többet akarsz tudni a szexről. Itt már világossá válik, hogy a szexről csak az avarban lehet beszélgetni. És így kezdődik a fejezet, hogy Márk és barátai a szexről viccelődtek. Márk ugyan együtt nevetett a többiekkel, valójában azonban nem értette, hogy miről van szó. Márk középen nem értette barátai tréfáit a szexről. Ugye valószínűleg a pirosinges kisgyerek mondja a vicceket. Azt nem tudjuk, hogy mit lehettek a viccek, de az látszik, hogy a csíkosingesnek annyira tetszik, hogy mindjárt agyonveri egy botta. Ugye Márk középen, ő itt Márk, nekem nem úgy tűnik, hogy annyira zavarban lenne, nem? Tehát szerintem ez a csávó sokkal inkább nem érti. Tehát ő már igazából azt se tudja, hogy hogy kerültek oda a parkba. Jön a felnőtté válás fejezet. Itt ebben a fejezetben úgy érzem, hogy túl nagy hangsúlyt fektettek a szőrösödésre, mert a fejezetnek a harmada az csak a szőrösödésről szól, de itt megtudjuk, hogy szemérem szőrzeted nem feltétlenül lesz ugyanolyan színű, mint a hajad. De ez tök jó egyébként, mert így megkapjuk az első fejezetben felmerült kérdésünkre a választ, mert neki valószínűleg zöld szemérem szőrzete nőtt, azért vág ilyen rémült fejet. Jön a havi vérzés fejezet. Zsuzsi ingerült a mamájával, gyakran ilyen a havi vérzés előtt. Lehet, hogy csak azért ingerült, mert az anyja nem a hűtőben tartja a tojásokat. Baszki, anya, idén már 2-szer voltam szalmonellás. Ráadásul valamiért apám pizsomáját is kell hordanom. Jön a szülők és barátok fejezet. Csaba épp a haját igazgatta a tükör előtt, amikor apja hirtelen belépett a szobába. Nem tudsz kopogni? Méltatlankodott Csaba. Dühös lett apjára, és zavarba is jött, amiért az rajta kapta, ami nézegeti magát a tükörben. Valószínűleg itt a fésülködés az a maszturbálásnak a metaforája, mert senki nem jön attól zavarba, hogyha fésülködés közben rajta kapják. Tehát csak így van értelme, szerintem Csaba nem örül, amikor fésülködés közben apja bejön a szobába. Hát kiörül, tehát eléggé megöli a hangulatot. Nincs egyszerű élete azért Csabának, azt kell, hogy mondjam. Tehát egyrészt rárúgják az ajtót kopogás nélkül, másrészt a tükröt se sikerült olyan magasra fúrni, hogy rendesen tudjon fésülködni. Fésülködéshez meg magas, tehát lássuk be. Ráadásul Csabának valamilyen Zsuzsi anyjának az ingét kell hordania. Tehát jön a Beleestem című alfejezet.
Pubertáns korban gyakran megtörténik veled, hogy egyik pillanatra a másikra erős érzéseket kezdesz táplálni valaki iránt, akit csodálsz. Natália például órákat tölt a szobájában azzal, hogy kedvenc énekesének a poszterét bámulja a falon. Ő itt Natália. Nekem nem a szerelem érzései tükröződnek az arcán, tehát ez nem az a nézés, hogy fú, de beleestem, hanem ez inkább az a nézés, hogy baszki, én is ettem Zsuzsi anyjának harmolott tojásaiból. Kezdődik a Take That koncert, de fosok, úgyhogy... És jön a Románc című alfejezet. Egy nap majd találkozol valakivel, akivel szeretnél majd együtt járni. Ha cikinek érzed elhívni őt egyedül valahova, hívd el másokkal együtt. Mert az nem ciki, hogy elhívtad Kati, de jobb Béla is, hogy oldja a feszültséget. Első randevúdon valószínűleg zavarban leszel. Andris és Brigi nagyon zavarban vannak az első randevújukon. Én is zavarban lennék, hogyha Andrist várnám, azt jönne egy indiai csávó. De ez van, hogyha neten ismerkedsz. És igazából most jön a lényege az egész könyvnek, a Szeretkezés című fejezet. Amikor a hímvessző megkeményedik, a férfi becsúsztathatja a nő hüvelyébe. Szerintem itt azért fontos leszögezni, hogy nem mindig. Tehát ez nem egy ilyen szabály, hogy akkor becsúsztathatja. Ha például elmész okmányirodába, és... ott megkeményedik, az attól még illegális, hogyha bárkire rámész. Szintén a Szeretkezés fejezeten belül. Klári még nem érezte felkészültnek magát a szeretkezésre. Hát, Feri már igen. Ő késznek született, ahogy mondani szokták. Senki sem kényszerített mást arra, hogy akarata ellenére közösüljön vele. Ugye ez valószínűleg Ferinek szól, mert ő csak addig olvasta a könyvet, hogy becsúsztathatja, és most nem érti, hogy mi történik. A Szeretkezés fejezet után jön a Fogamzásgátlás fejezet. Itt érzek némi sorrendbeli problémát, és utána jön a terhesség, ugye. Ez a következő kép jó példája annak, hogy bárki bármennyire is kicsit szerepel a képen, kapott nevet a könyvben. Tehát Lilla, hogy ő most a tanúvédelmi programban van benne, vagy... Miben Lilla ilyen terhességi teszttel ellenőrizte, hogy terhese. Nem tudom, hogy kit akarom úgy becsapni ezzel a kis csészével, hogy ebbe bele tudott pisilni, de az mondjuk jó tanács, hogyha már ilyen kis csészébe pisilsz, és nem vízálló az órád, előtte vedd le. És szintén itt a terhesség fejezeten belül. Erzsikének sok éven át szüksége lesz arra, hogy szülei gondoskodjanak róla. Szerintem ez a kép jól bemutatja az édesanyák és az édesapák közti különbséget. Tehát egy édesanya egyből tudja, hogy mit kell csinálni egy újszülöttel, ugye fogja, öleli, gondoskodik róla, szereti, miközben az édesapja egy búzaszálat nyom a csecsemőnek a fülébe. Aki ezt imádja, tehát oda van érte. Tehát Erzsike most valószínűleg arra gondol, hogyha a Szeretkezés fejezet előtt lett volna a Fogamzásgátlás, most nincs ebben a helyzetben. És jön a Szex és az egészség fejezet. Simon szerencsétlenségére hívfertőzést kapott barátnőjétől. Hát ugye is láthatóan nem boldog ettől, tehát valami másra számított, egy új iPhone vagy bicigi, de milyen jó, hogy pont le tudták fotózni, amikor megtudta. Nem, hogy így néz ki valaki, aki most tudta meg, hogy hívfertőzött. Szóval, ha látunk valakit így utazni a héven, akkor tudjuk, hogy nincs könnyű napja. Nem összekeverendő azzal az emberrel, aki bujócsázás közben számol. Elég hasonló, tehát ez a Peti hívfertőzött. Honnan tudod? Hát nézd rá. 48, 49, 50. Aki bújt, aki nem. Tehát ez nem az. Jön az utolsó fejezet, Félelmek és aggodalmak című fejezet. Ez a kép. Hát ez első ránézés egy ilyen kisköltségvetésű Szex és New Yorknak néz ki.
Emma jobbra és barátai aggódnak, vajon normális a testük. Szerintem amúgy normálisnak tűnik, tehát azt gondolom, hogy így elől nincs vele semmi baj, de a mögöttük álló kislányból ítélve, aki zokog, lehet, hogy hátul van valami probléma. Ő itt Emma egyébként, őt is indokolatlanul kiemelték, ő annyira aggódik, hogy most csukott szemmel letépi az ujjait, mert ő már nem bírja tovább. És úgy mélyre menő következtetést nem tudunk levonni a képpel kapcsolatban, talán csak azt, hogy ők testvérek. Ők valószínűleg a szerző gyermekei, ezért szerepelnek benne. Szintén a félelmek és aggodalmak fejezeten belül. Marit a bajusza zavarja. Hát még a párját hogy zavarhatja, tehát hogy... Ha kényelmetlenül érzed magad az arcodon növő szőr miatt, akkor gyógyszertárban megvásárolható krémekkel kiszőkítheted. Szerintem a szőkeszőr is szőr. Tehát, hogy attól, hogy kiszőkíted, az attól még ott van, de ha nekem nem hisztek, hoztam képes illusztrációt,